napon újra egy sínhollal jöttem nektek, mert még elég régen megérkezett egy rendelés, amit nem bontogattam ki, viszont tudom, hogy elég sok embert érdekel, és kíváncsiak vagytok rá. Így addig a szekrényembe tartogattam, és ezen kívül a zacsin, illetve pekken kívül még három ilyen nagy zacsi lehólolni való van, úgyhogy az elkövetkezendő pár videóban élvezzétek a hólokat. És most kezdjük is, de még mielőtt elkezdenénk, iratkozzatok fel a csatornámra, illetve kövessetek be Instagramon is, TikTokon is. Először is azzal kezdeném, hogy amúgy a legtöbbet már kibontogattam természetesen, megnéztem, viszont nagyon régen volt, konkrétan több hónapja, úgyhogy fogalmam sincs, hogy így mi micsoda, miben mi van. Át is pakoláztam, össze is raktam, volt, amit hordtam, aztán visszaraktam. Szóval igen, és nem tudom, nagyon csillog a fejem. Szuper. Na mindegy, kezdjük. Először is ezzel, amiben már nem az van, ami eredetileg. De hát akkor elnézést. Ah, ez csak így kinyílik. Szuper. Szóval... Aha! Strasszkövek találhatóak benne, igazából több méretben. Ezt az egyik ilyen sminkversenyre rendeltem, amire neveztem. És amúgy láthatjátok az Instagramomon, hogy milyen smink született, de ezeket a kis köveket használtam hozzá. Ezután, igazából ezt nem tudtam ott hagyni. Azt titok, hogy mire rendeltem, szóval ez majd talán egyszer kiderül számotokra is, talán nem. Mert lehet, hogy sikerült, lehet, hogy nem. De amúgy ezek különböző méretű kis zacsikák, amikbe igazából bármit bererakhatsz, és tök jól néz ki. Egyszerűen zárható. Úgyhogy tök hullos. Ezután folytatnám egy telefontokkal. Amúgy ebből összesen három topot rendeltem. Az első egy ilyen sima... Aha, értem, jó. Sima, basic kis babarózsaszín top. Egy van a telefonomon, ami már kb. Hónapok óta rajta van. Egy ilyen ezüst csillogós, és imádom. Amint így megsüti a nap, vagy így rá... Vagy... Na mindegy. Vagy megcsillen így rajta a fény, akkor tényleg nagyon gyönyörű. Ja, és mindenhez illik. A következő az... Az egy ilyen kis leopárd mintás. Hát ez igazából ugyanolyan kis basic, mint a másik. És mint látjátok itt az oldala, teljesen lekerekített. Nos, ami az én telefonomon van, az ilyen kicsit, hogy mondjam, ha leesik a földre, akkor jobban véd. Szóval, hogyha bementek egy ilyen telefonos boltba, vagy iPhone service per bolt per bármibe, akkor igazából olyan tokokat tudtok vásárolni. Mit tudom én, ilyen 5000 forintért nagyjából? És ezt a tokot, ami ugyanolyan, komolyan mondom, ugyanolyan, ezt vettem olyan 500 forintért. És tényleg ugyanannyit tud. Tehát, hogy megnéztem az előzőmhöz, amit ilyen boltba vettem, és ugyanaz. Ezután egy ilyen kis bőrhatású topocska következik. Hát ez már X-es nyilván. Igazából... Mit mondjak? Volt egy 1000 forint, de amúgy tök jó, és nagyon jól néz ki. Akkor ő a next one. Ez egy szemüveg tokkal, illetve van benne egy kis szemüveg törlőkendő. Ez egy kék kis szemüveg. Nekem még nagyon soha nem volt ilyen átlátszó kék, szóval ami most itt rajtam van, ne kérdezzétek amúgy, hogy miért. Az kék, de ilyen még nem volt soha, és amúgy tök szarul áll, de hát ez van, hogyha
esetleg arra adnám a fejemet, hogy elmegyek egy fesztiválra, akkor felvenném. Amúgy nem. Aha, ezután következik, ahogy látom, 2 darab termék is. Ez micsoda? Nekem van ilyenem, és én ezt még sem... Ha? Aha, jó, jó. Jó, megvan, megvan. És én ezt még sosem használ... Úr, és ez rohadt jól néz ki. Szóval, ez egy ilyen féloldalas felső, az egyik ujja hosszú, hátul pedig ilyen kivágott. Szóval ez alá nem annyira tudsz fölvenni melltartót, vagy hogyha veszel is, akkor lehet, hogy kilátszik, stb. Viszont még jó, hogy a legújabb rendelésembe, ami konkrétan pár napja érkezett, abba rendeltem egy ilyen kis, biztos a lányok tudják, ezt a kis tapaszkát. Úgyhogy nagyon jól fog jönni. És tök jó, olyan, mint hogy amúgy ezt nem tudom, küldték volna. Tök nagy meglepetés, hogy mik vannak benne. Úgyhogy ajánlom nektek is, hogyha rendeltek valamit, rakjátok el hónapokra, és aztán garantáltan meglepődtök. Jó, ezután, aha, hát ezt sűrűn fogom tudni holdani jelenleg, de... Ez egy ilyen kis egyszerű, hosszújú felső, igazából az anyaga puha, viszont hát ez eléggé áttetszőnek. Aha, elég áttetsző. Viszont amúgy jól néz ki. Na látjátok, van egy hosszújú is így nyárra. Ezután 2 darab trikó következik. Az egyik egy ilyen kis kígyó mintás felső. Ez szerintem már volt is rajtam egyszer, és nagyon tetszik. Az anyag amúgy tök puha. A másik ugyanúgy egy ilyen kis topszerűség, és gyönyörű színe van. Tehát, hogy gyönyörű és ilyen bársony hatású. Ezután ilyen kis üvegcsék. Még egy kis üvegcse. További üvegcsék. Amíg csak úgy hozzátenném, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor nagyon jó, mert mondjuk belenyomja a kis tusfürdőjét, samponját és elszasoló dolgokat, és akkor nem kell a nagy tubuszt cipelni, hanem viszi ezt magával. Nos, abszolút nem tudom, hogy mi van benne. Hát nem csak számotokra, számomra is meglepetés. Hogy én erről se tudtam, hogy van ilyenem. Tehát ez ugyanúgy bőrhatású, és ilyen féloldalas, amúgy imádom jelenleg az ilyen féloldalas kis haspólószerűségeket, per trikókat, mert szerintem baromi jól tudnak kinézni. Most már ezt is tudom, legalább ezt most már berakhatom a szekrényembe, és tudok válogatni belőlük. Jó, aki követ Instán, ezt a felsőt már láthatta, mert ugye előbb meséltem erről a smink versenyről, amire neveztem, és a csajszín, akit sminkeltem, ez volt rajta. Aha, most... Jaj! A telefonom visszatükrözte a konkrétan csillagát, és így néztem, hogy úristen, csillámlik a levegő. Tehát, hogy ez gyönyörű. Ez olyan szinten gyönyörű, hogy elmondani nem tudom nektek. Imádom. Tehát...
Tehát, hogy alig várom azóta, erre az egyre kb. Emlékeztem, de alig várom azóta, hogy fel tudjam venni valahova. De bárhova megyek, mindenhova annyira soknak érzem, hogyha mondjuk el akarok menni bulizni, akkor félek attól, hogy hosszú jöjj és beleizzadok, vagy melegem lesz, viszont nem is biztos, hogy ez annyira odavaló, úgyhogy nem tudom. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek ezt hova tudnám felvenni, mert abszolút fogalmam nincs. De viszont tényleg gyönyörű, és úristen, legszívesebben amúgy 0-24-ben kortanám. Tehát nem mondom, hogy annyira puha az anyaga, mert amúgy nem. Viszont akkor is. Nagyon jó. Ez az az iPhone-tok, amiről beszéltem. Lenézzétek, hogy milyen állapotban van, mert amúgy undorít, és nem tudom, miért dobtam ki, és miért ide visszaraktam. Tehát, hogy... Na mindegy, de konkrét ugyanilyen, amit rendeltem. Úgyhogy ettől most megváltunk. Ezután... egy ilyen kis trimmelő szertecske. Igazából nincs erről túl sok mondandóm. Ha! Gyerekek! Nem tudom, miért rendeltem. Tehát, hogy ez mi? Nem azért az 5 forintért. Nem annyira hordok aranyat. Vagyis, bocsánat, aranyhatású dolgokat, mert ez ilyen fújt arany. Vagyis fújt. Oké, értitek. De hát ezek kritikán aluli darabok. Legalábbis nagyon nem jönnek be. És amikor megrendeltem, nem tudom, milyen állapotban lehettem. De valószínűleg nem jóba. Na mindegy, amúgy ez a kis... egész aranyos. Akinek kell, írja meg kommentbe. Köszi! Rossz estét, sokszor még túl vagy, és a tölteni, hogy visszamennék. Nem volt ez úgy jó, soha alig visszatennék. Ez állatoni... Aha! Csak úgy mondom. Van egy highlight-rem, ami pont ugyanilyenben van. Úgyhogy, ha valakinek akarok belőle adni, akkor csak átöntöm ebbe. És a régi üveggel odaadom. Nem, nyilván az újat adnám. Na, hogy ez mi a rosszabb? Először azt hittem, hogy valami bugyi. Jaj, vág ez! Hú, milyeneket rendeltem? Gyerekek, nem tudom, milyen stílussal rendelkeztem akkoriban, de... amúgy nem rossz, csak nem tudom magamon elképzelni. Tehát, hogy... konkrétan nem tudom magamon ezeket elképzelni, de amúgy több cukik. Úgyhogy ugyanitt a komment szekcióban hajgumi eladó. Amúgy lehet, hogy előtte a Halmosi Vikinek néztem az Insta oldalát, és így néztem, hogy de jó, néz ki, rendelek én is, hát ha egyszer fölveszem, de hát nem tudom, lehet fölfogom. Úgy nem rosszak, egyre jobban tetszenek. Fú, képzeljétek el, most mentünk ilyen kis nyaralásra unokatesóimmal, és hát nyilván be kellett pakolnom a bőröndbe. Szörnyen sikerült, tehát hogy konkrét egy bőröndöt megtöltöttem 3 napra, szégyellem is magam, de nem ott jártak a gondolataim, és próbálgattam ilyen régen rendelt, megtaláltam a sínes kis, meg alli szoknyáimat, ilyen párducvintások voltak. És felpróbálgatom, hogy tök jól néznek ki. Tehát nagyon szépek. És amúgy jól is álltak, de egyszer nem voltak rajta. Úgyhogy pont azon gondolkoztam, hogy ez a kis hajgumi még illene is hozzá. Úgyhogy ja. Aha! Ha esetleg valaki testpermetet, parfümöt, vizet, vagy bármit, Istenem, fesztiválra ezekbe alkoholt becsempészni. A 200-ig, csak mondom, szívesen. No, bárhogy turkálok a fennmaradó dolgok között, viszont ezek már mind ilyen kis üvegcsék, különböző mérettel,
pumpa résszel, stb. Úgyhogy azokkal már nem mutatnálak titeket, hogy egyesével bemutatom őket még egyszer, még kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis Sheen-haul videó, remélem tetszett nektek, írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok ezekről a termékekről, ruhákról, dolgokról, illetve hogy ti miket szoktatok rendelni Sheen-ről. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot mindenképpen, és iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek TikTokon, Instagramon, YouTube-on. Legyen szép napotok, találkozunk majd a következő videóban, sziasztok!